Fia barátnőjének lakását bérelte közpénzből a fideszes Fenyvesi Zoltán, tudta meg a Blikk. A lap szerint a tapolcai országgyűlési képviselőnek 2018. augusztusától 2019. szeptemberéig fizette a lakást az országgyűlés hivatala. A fővárosi ingatlan havi 200 ezer forintba került, vagyis összesen 2,8 millió forintot fizettek ki az albérletért. A lap szerint azért is érdekes a 46 négyzetméteres panellakás bérlése, mert az egy külső kerületben van, ahonnan autóval fél, tömegközlekedéssel egy óra alatt lehet elérni a parlamentet, noha a lakásbérleteknek éppen az lenne a céljuk, hogy közel legyenek a munkahelyhez. A képviselő elismerte a bérlést, de hozzátette, hogy miután fia feleségül vette a barátnőjét, másik lakást keresett. Rosszul tette. Kérem a harmadik. Nem adunk át egyetlen színházat sem a kormánynak, még ha kérik, akkor se. Minden színház fenntartói joga a fővárosnál marad. A művészi szabadságukban veszélyeztette színházakat tisztán önkormányzati finanszírozásba vonjuk, vagyis nem lesz az államnak beleszólása a Katona József Színház, az Örkény Színház, a Radnóti Színház és a Trafó művészeti munkájába. Ezt Karácsony Gergely jelentette be Facebook oldalán. Hát a fővárosnak annyi forrása van, hogy ezeket a színházakat tudja finanszírozni, más színházak esetében közös fenntartásra teszünk javaslatot, amennyiben a kinyújtott kezet a kormány el visszalöki, akkor természetesen ez új helyzet, akkor meg fogjuk vizsgálni, hogy mit tehetünk ebben a helyzetben. A tisztán önkormányzati finanszírozású színházak mellett lesznek a fővárosban vegyes, vagyis állami és önkormányzati és tisztán állami finanszírozási kőszínházak is. Azt mondtuk, hogy a kormány kész államilag is fenntartani a főváros tulajdonában álló színházakat, amennyiben a működtetést a főváros át kívánja engedni. Tehát a döntés a fővárosi, a tulajdonjog a fővárosi, ha a működtetést át kívánják engedni, akkor a kormány az adott színházat teljes egészében fenntartja és működteti. Megosztok egy műhelytitkot önökkel, amit az ATV-ben, vagy az ATV-t csinált nemzeti konzultációt, és abból az jött ki, hogy Magyar György pótolhatatlan, úgyhogy azt az egy mondatot, amit az előző filmre nem mondtál, most mondhatod, de csak egy mondat lehet. Az előző a saját fiától, a saját mennyétől bérli. Igen, igen. Én örülök, hogy ilyen minősítést kaptam. Ezzel összefüggésben azt is szoktuk hallani, hogy joggal való visszaélés. Ugye fontos emberek mondanak ilyen okos gondolatokat. Ez az. Ez a joggal való visszaélés. Ennyi? Ennyi. Színház. Kérlek szépen, ebben a színház ügyben nem pontosan értem, hogy azt mondja, ha az állam fenntarthatja a színházakat, akkor oké. Milyen joggal jár az, hogy fenntartok egy színházat? Elmondom neked. Három kategória van, csak a főváros tartja fönn, igen, csak az állam tartja föl, és van egyes. Abban az esetben, hogyha nem csak a főváros tartja fönn, akkor ellenjegyzési joga van igazgató választásnál az államnak. Ez a maximum, nem? De ez a maximum, ez nem kevés. Ez nem kevés. Ellenjegyzési jog az vétójog? Igen. Mert ha nem jegyzem ellen, a akkor... A Gulyás Gergelyt most komolyan vesszük Benkő Nóra kapcsán. Mert ha nem jegyzem ellen, akkor nincs. Akkor nincs. Tehát akkor vétójog. Igen, és tulajdonképpen kinek mi a jó? Az volna jó, hogyha mindegyik színház a önkormányzat alá tartozna? Igen. Az volna jó? Budapestnek ez lenne. Hát János, csak ez pénzügyi kérdés. Hát igen, nem, tudom. Hát nem azért mondom, ez sokba kerül, és ennyi pénz nincs. Ugye azt mondta a DK, hogy tudja. Tudja. A polgármester azt mondta, nem tudja. Egyébként, akinek öt találatosa lesz, és még szerez valahonnan 1,5 milliárdot, az egy személyben meg tudja valósítani. Ez könnyű valósító. Egyetlen adat, ha jól tudom, átlagban minden színházjegyhez 8000 forintot ad a támogató. Legyen az. Önkormányzat. Itt van nálam a táblázat, nem untatlak. Kétharmadban gyakorlatilag mindenhol az állam, egyharmadban a világos. Önkormányzat. Ez óriási pénz. Egy budapesti költségvetésben is nagy pénz. Ugye ez az, ami a nézőt egyébként kára nem érdekli. Tehát ugye ezek a finanszírozási kérdések. Ugye mi volt tavaly? A Zaklató Színház kapcsán kitalálta az állam, hogy neki be kell avatkoznia, és létrehozta a színházi törvényt. Előtte ez egyáltalán nem volt, tehát előtte ilyen probléma nem volt. Voltak problémák, hogy milyen bizottság ült össze, mi volt az összetétele, de az a probléma, a kör, amiről beszélünk, az nem létezett. Az állam ezt behozta, és most tulajdonképpen Karácsony Gergely és zenekar a gúzsba kötve táncol, mert akár jól cselekszik, akár nem, valójában a zenét a
kormány szolgáltatja. Így néz ki. De nem először szolgáltatja a kormány. Nem akkor, amikor kirúgták az Alföldit, akkor is a kormány határozta meg, hogy mit húznak. Tehát de most azért... egy szisztémát hozott létre. Jó, most igen, mert egyébként praktikus egy szisztémát létrehozni, hiszen volt egy október 13-ai választás, született itt egy olyan entitásféle, amit fővárosnak hívnak, az nem menetelhet szembe olyan nagyon Magyarország általános politikájával, nem egy városállam, és azért ahányszor lehet, ezt mindig az orrára fogják húzni, mármint a kormány a főváros orrára. Én azt tartom nagyon sajnálatosnak, vagy nem tudom, hogy fej, aggályosnak, hogy mindenféle apró dolgokkal teszik pokollá a főváros életét. Teljesen igazad van, pontosan így van. És hogy mindig erre mindig rá is kap erre a csalira. Abszolút. Mindig. Így van. Rossz hírem van, ez 5 évig lesz így. 5 évig de lesz nem így. De mindig kellene mert ez megkapni nem húzba, ezeket a csalikat. Nehéz nem, mert egymással elfordulnak. Igen, ezt akartam mondani pontosan, hogy gusba kötve táncolni, az sem lehet könnyű, de megfojtva lenni se. És ez megfojtás. Minden egyes kis szuri arról szól, hogy fulladj meg. És akkor még csinálunk... Hát, ez a célja, igen, ebben igazad még... van, de nem minden egyes kis szuri de, tud megfújtani. Csak egy mondat... És azért miért kell a színházi ügyekre rá... Azért kell, Kati, mert ők újak, tudod? Ők újak, és nekik most egy egységes működést kell produkálni. Azért, mert 2022-ben nagy választások lesznek. Nem az a probléma. Az a probléma, hogy nem minden olyan, mint a Szilágyi. De minden. A Szilágyi, mint kiderült, a koronavírust is leszaharja, lehet, hogy ezt is, és akkor ott lenne a kormány, amely különböző dolgokat kitalál, a Szilágyi meg lazán kikerül. Akkor megpróbálom befejezni ezt a gondolatot, aztán átadjuk azóta Szilágyinak, mert mint tudjuk, nem veszi komolyan. De ezt is komolyan veszi, mert én találkoztam vele a színházba. Találkoztam vele a színházba, az volt a cím, hogy Vád tanúja, ugye? Borzasztóra élveztük, szerettük a műsort, mert szeretünk színházba járni. És nekem ez a problémám, hogy ezekkel az ugra-bugri szurikákkal pontosan az embereknek a kultúrához való jogát veszélyezte. De a nézők nem tudják, hogy azt a színházat kifinanszírozza. De a néző nem fog tudni elmenni, ha bezárják a színházat. De nem fogják bezárni a színházakat. A TAO majd fizet? Nem fogják bezárni a színházakat. Jó. Ez a színházi kérdésben kormány és önkormányzat arról van szó, hogy ez a háborúnak az első felvonása, amit 5 évig a kormány és a... Nem első, ez a 100. és 8000 lesz. Hogy ezt így kell felfognunk, így hogy kell. Az első felvonás első része, így kell fel. Mert akkor nem nagyon irigylem a karácsony. Így fog. Nem, János, nem nagyon irigylem. Szerintem arról, vagy nem az első felvonásnak már vége van. Az első felvonás szerintem akkor volt, amikor Tarlós volt a főpolgármester. Ugyanez volt, csak a frontvonal az nem volt ennyire nyilvánvaló és jól látható. Akkor is láthattunk ilyeneket. Kérdés az, hogy az akkori főpolgármester mennyire tudta tompítani, mit tudott átvinni, mit nem. Most ez egy kart-ki-kart helyzet. De Péter, volt korábban olyan mondata bármilyen ügyben a kormánynak, hogyha nem Benkő Nóra, akkor bukik az egész? Soha! Na, de várjál. Ezt ultimátumnak hívják. Bocsánat. Az emberek azt kérdezik, ki az a... Nem, János, nincs igazad. Hogy ne lenne? Hagyj mondjak példát, nem tessék szíves meghallgatni. Nem lehet. Gondolj arra, metrókocsi beszerzés, trolibusz... De elhangzott egy ilyen mondat, hogyha ő... Nem hangzott, erről beszélek, hát akkor hogy akkor egy ilyen látens háború zajlott. Azt mondta, döntött a fővárosi közgyűlés, hogy lengyel trolikat szerzünk be, jött a kormány, nem szerzitek be. És akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy a lengyel troli neve ezentúl Benkő Nóra. Igen. Bán Teodóra egyébként, csak ez kedvére, mert a Benkő Nóra az az ellenzék oldal. Így. De ott ugye pontosan erről volt szó, hogy egyébként az ő neve az honnan jött elő? Hogy mondjak azt, valamit, az elmúlt... Honnan, azt nem tudom. Az elmúlt három... Állítólag Molnár Csaba feleségének a barátnője. Az unokahúgának a nagynénye. Az elmúlt... Te tudtad ezt? Más tud. Az unokahúgának a nagynénye. Ide hallgass. Az elmúlt három percben... Most már értek mindent, öregem. Az elmúlt 3 percben elkezdtem egy mondatot, megpróbálom most befejezni, hiszen ennyi kis intervallumra szükség volt. Nem történt semmi. Én megpróbálom ott folytatni, ahol abban maradt. Lesz 2022-ben egy nagy választás. A választóknak választani kell. És ez az önkormányzatiság, ami most zajlik, és amit meg fognak folytani, első felvonás, 100. felvonás, meg fogja mutatni az embereknek, hogy ez a csapat, amelyik most megnyerte akár a fővárosban, akár városokban, akár kerületekben a versenyt, alkalmas-e kormányzásra, kicsibe,
És hogyha nem alkalmas, akkor nem lesz alkalmas a nagyba se. Erről szól a szurika, erről szól a verseny, ezért van jelentősége színháznak, iskolának, orvosnak és egyebeknek. De minden alkalmat Gyuri, meg itt kell van a metró beszerzés. A metró beszerzést úgy, ahogy van, tolta el az előző vezetés, és most azt avval vádolják a Karácsonyt, hogy nem áldoz arra pénz, hogy légkondicionálókat szerezzen be, holott azt mondja a Karácsony, és itt már hátrányba kerül, mert ugye neki kellett volna elkezdeni az egészet, hiába magyarázza meg, hogy mi a helyzet, Ugi Attila fog megmaradni ez így lesz minden fejében, a Magyar Nemzet és a Hír TV, meg a Magyar Televízió, ami ezt nyomja ezerrel, hiába fogjuk mi itt az ATV-ben neked azt mondani, hogy kész helyzet elé állítani. Neked van igazad, mi megpróbálunk ennek a nézőközönségnek megválaszolni, azoknak úgysem fogunk tudni. És még valamit szeretnék mondani ezzel szoros összefüggésben, hogy ez a választás és ez az eredmény, ez arra vezetett, hogy még nagyobb árkokat ástak, még nagyobb konfliktus helyzetet teremtettek, és a hatalomgyakorlás és a hatalommegtartás érdekében senki nem érdekes. Jó, aki itt lakik Budapesten, bocsánat, nem érdekes. Várj egy pillanat, a következő film alatt megbeszéljük. Én csak azt kérdezem, hogy mi is itt különböző véleményeken vagyunk, de azért általában nem esünk egymásnak. A politikában ez másféleképpen van, ott egymásnak esnek, és bár az lenne, amit te vázolsz, de annak nem tudom, hogy melyik verziója fog bekövetkezni. Jöjjön tehát a nem jutott nyugvópontra az MSZP-DK csörte, és akkor majd a te mondatoddal kezdünk. Elnézést.